Együtt teszik fel a képviselőtestület férfi tagjai a színes szalagokat erre a nyírfára. Májusba készül az új 60-i tónál. Ez a természet újjászületésének szimbóluma, amely Európa szerte ismert. Mindezek mellett a nők iránti tisztelet kifejezésének üzenetét is magában hordozza. 60-ban hagyomány, hogy májusfával kedveskednek a hölgyeknek. Több helyen jártam már a világban, számos pontján a világnak, és azt nyugodt szívvel elmondhatom, hogy szebb, gyönyörűbb, kedvesebb hölgyeket sehol sem találtam, mint a 60-i hölgyek. A 60-i hölgyek a legszebbek a világon, és ezzel a fával szeretnénk tisztelegni előttük, szeretnénk kifejezni a tiszteletünket, a köszönetünket és a szeretetünket. A városvezető azt is hangsúlyozta, hogy 60-ban nagy figyelmet szentelnek a környezetvédelemnek, így a fát nem kivágják, hanem ültetik. Helyeztek már el facsemetét ebből az alkalomból a Kossuth téren, a Népkertnél és a Sztelló Gábor téren is. A feldíszített nyírfa mellett egy kis tábla is hirdeti a májusfa üzenetét.